Na várjunk. Megöltünk 635 ellenséget, és az ellenség 1100 embert vesztett. Tehát a veszteségeinek közel a felét a saját hülyeségével okozta, gondolom belevedett az ágyúval a soraiba. Igen, észak sinamot elvesztettük. Persze, persze. Technológia. Nem kell most új tábornok. Mathis pedig szintet lépett. Oké, a hajóinkat visszaküldjük. A kazuszai gyártósorból kiveszünk egy egységet. Igen. A pénzből pedig megjavítjuk az aranybányánkat. Na és most kivonulunk acsreggel. Levesszük az adókat. Visszaküldünk egy egységet. Még így is lázadnak. Mert hogy kiküldjük a gésát, akkor lemegy egyel a hangulat, de oké. Majd képzünk egy egységet még úgyis. Meg kiküldünk egyet Simoszából a biztonság kedvéért. Mozogjál! Szia, amikor a saját hadseregei állják el egymás útját. És irány Shiranu. Oké. Másnak szerintem ezek a Mitsubishik majd lassan kifogynak a lőszerből. Úgyhogy hívták őket Takatsuki? Vagy Takatsuki? A klán neve, a klán névre meg se próbálok emlékezni. Hogyha lemered bombázni az aranybányámat, én kibelezlek. Kibelező flotta indul. Kibelező hadművelet előtt quicksave, nem akarjuk, hogy elveszítse az egyik páncélos hajónkat. Szerencsére nem jutott el a bányáig. Tisztítsuk meg egy kicsit ezt a kereskedelmi útvonalat. Ez egy fregatt? Nem, ez még csak egy korvett. Ó, és Kazuszában elkészült a rendőrállomásunk, remek. Ez azt jelenti, hogy kevésbé utálnak minket az emberek. Pontosabban kevésbé van kedvük lázadni. Kettő nem feltétlenül jelenti ugyanazt. Oké, és most indulunk Észak Shinano ellen. Nyúlunk. És... várunk. Nincs semmi okom megtámadni 2000 embert, akik benn vannak egy erődítménybe. Ágyukkal. Majd kijön, hogyha akar. Kaja most úgyis jól megvan erősítve. Ó, a fenébe itt felejtettem a gésát meg a veteránomat. Utánuk, gyorsan. Amagyő, menj a hadsereg után! Úgy tűnik ez a Takayama meg a Takatsuki klának tartománya két legerősebb a császáriak közül. Most, hogy ezek itt elkezdték marni egymást a sziget délnyugati részén. Ó, küldött erősítést, ahogy elnézem, nem lesz elég. És hogyha nyílt terepen megtámad, azzal csak ő fog jobban rácseszni. Oké, itt szerintem már emelhetünk adókat. Ja. És szerintem már itt is emelhetünk adókat. Ja. Itt azért egy pár egységet felállítunk, hogy pótoljuk a helyőrséget, amit átküldtünk. És támadjuk meg Hitachit. Nem támadjuk meg ezt a hadsereget. Támadjuk meg Hitachit. Oké, kezdjük rendbehozni a gazdaságot.
Fenébe elfejtettem a flottát. Na mindegy. Ó, hát ez... autóbató. Nem értem, miért viszi be állandóan lovassággal az erődökbe. Ezzel a sereggel több esély lett volna, hogy nyílt telepen megpróbál velem harcolni. Még egy rohadt dodzsó. Hány területünk is van és mennyi kell? 15 és... 38-ra van szükségünk. Csak 15 területünk van. Szinte már legalább 20-valahány környékén tartunk. Na jó, akkor elfoglaljuk mondjuk Takayama összes tartományát, meg pár a Takatsukival, és nyertünk is. Könnyű ez. Ám még két kör is megadja magát a város, ez azt jelenti, hogy a következő utáni körbe ki fog támadni. Remek. Ha nem korábban, persze. Ezt pedig itt szerintem leégetjük. Sajnos nem lehet ő egyel downgrade-elni az épületet úgy, ahogy van, le kell égetni. A vasmásleg a tüzérségi egységnek csökkenti a gyártási költségét. Hogy jól tudom, az acélöntőde az adott területen belül 15%-kal és az egész klánnak 5%-kal, de nem vagyok benne biztos. Megint elfejtettem a flottát. Ó, kitámadott. Remek. Találkozunk a csatamezőn. És itt is vagyunk. És amint látjátok, egy eléggé dimbes, dombos területen fogunk harcolni. Na lássuk, mit tudunk itt tenni. Az ellenségnek is van egy két tüzérségjegyője, szóval lehet, hogy jobb lenne egy domb mögé bevonulni. Viszont... ha azt tesszük, az azt jelenti, hogy neki hatalmas magasságbeli fölénye lesz, amikor megtámad minket. Úgyhogy inkább fölmegyünk egy domb tetőre. Nekünk vannak modernebb ágyúink, majd leszedjük. Elsősorban a franciák. Franciák és a britek. Ők úgyis szeretik egymást. Második sorban pedig a mi gyalogságunk. Jobb szélre lovasság, bal szélre lovasság. Eléggé standard alakzat, de szerintem elég lesz ahhoz, hogy leverjük. És rá tudjuk venni, hogy ő se taktikázatul, hanem belemenjen egy egyszerű... gyakorlatilag egy tűzerő versenybe, akkor szét fogjuk verni. Na, próbáljuk meg becélozni azokat a bizonyos ágyukat. Ezt talán találni fog. Nem, még mindig egy kicsit mellé. Ez alá megy. Mellé is alá. Sajnálatos módon a lovak sebezhetetlenek, amik rajtuk vannak az ágyuk. Tehát, hogyha azokat találom el, azzal nem megyek semmire. Ha jól tudom. Talán az ágyuk megsemmisülnek, de a lovak halhatatlanok, azt tudom. Oké, azt hiszem az utászok kaptak egy találatot. Az egyik ágyúját megállította hátul. Azok a tradicionális ágyúk lesznek, a tradicionális ágyúkat nem lehet mozgatni. Látjátok? Acélló. Kapott az arcába egy ágyúgolyót és semmi baja? Oké. Úgy tűnik az ágyukat se tudom felrobbantani, míg rajta vannak a lovakon. Vagy nem tudom, hogy egyáltalán rajta vannak a lovakon, de mindegy. Próbáljunk meg lőni az ellenség gyalogságára. Lassan el fognak kezdeni lőni az ágyúink, hogy jól tudom maguktól is. Igen, most érnem be az ellenség a hatótávunkba. Amikor elérik a dombtetőt, akkor fogjuk ellőni a shrapnelt.
Tűz! De ez nem igaz, hogyha én be tudtam lőni szegényes tüzérségi képzésemmel, akkor szerintem nektek is menni fog. Az ellenség valamiért megállította az ágyúit szerintem a mi ágyúzásunk miatt, viszont ez azt jelenti, hogy ő nincs hatótávon belül. Jóval ismerem, ezt tényleg nem könnyű belőni. Ez ágyú akkor hogy lő? Sehogy. Csak azt írja, hazudik nekem. Arra a szájra tudtak lőni, ott kisebb a domb. Úgy tűnik. Tölts. Lezár. Tűz. Ja, arra tudnak lőni. Ó, és nem is akárhogyan. Mindjárt elérik a domtetőt, akkor beléjük nyomatunk egy srapnelt. Addig tüzet szüntes. Mindjárt. No, az egyik ágyunk már lő. Jöhet a shrapnel. Kicsit korai volt, de oké. Talált. Többi? Emberek tűz? Au. Ouch. Oké. Ezzel az ágyúval lövünk erre az oldalra. Ezzel az ágyúval pedig... lőjünk ide. Lőjünk inkább ezekre. Tömöttebb sorban vannak. Ouch. Au. Ennyit jelent a tűzerőfölényünk. Ó, hozza fel a saját ágyúit a dombra. Ezekre nem lesz sok esélye a japán gyalogsággal. Sem közel, sem távol harcban. Ezek brit? Igen, brit haditengerészet. Ura, úgy tűnik nem készült szántámadásra a lovasságával. Ami eléggé nagy hiba, azon az egyetlen esélye most. A tábornokkal talán ügyködni fog valamit, de... mással szerintem nem készül semmi ilyesmire. Mindjárt hatótávon belülre érnek. Nem tudom, hogy megvan-e neki ez a nilfeje parancs, de hogyha megvan neki, akkor se lesz esélye azelőtt lőni, hogy mit üzet nyitunk. És ezek itt mindjárt megkapják az első sorozatot a britektől. Tűz. Ó, a lovakkal beugrott, hogy elkapjon egy pár lövedéket. Ez talán egy egész jó ötlet volt tőle. Ráment a lovasegysége, de így szerintem az övé lesz az első. Igen, övé az első sorozat a fenébe. Oké, ezek parasztok. És támad a lövészekkel. Hát ez nem egészen úgy viselkedik, ahogy gondoltam. Saját kárára megjegyzem. Inspiráljuk a... ki fogja kapni a legtöbbet? Azokat ott. Oké, hol a P betű? Itt a P betű. Nem indított szárnytámadást. Viszont jóval kisebb alakzatot használ, mint számítottam rá. Ezt ki is fogjuk használni. Még nem. Mármint a győzelem biztos, hogy mi nem nyomjuk el a Nilfire-t, mert akkor megállnak a mozgásból az egységeink. A lovassággal előre nyomulunk és kinyírjuk a tüzérséget.
még mielőtt akármi komoly kár, akármiféle komoly kár tudnának nekünk okozni. Állj fel, Jöretfél. Oké, most a tüzérséget. A tábornok el fog menekülni. Ja, de ezek benn vannak az erődben, ezek úgyis megadják magukat. Na mindegy, azért a tüzérséget kinyírjuk, hát ha van még, ha, azt hiszem van még ideje egyszer még kitámadni. Ti forduljatok meg azért. Jó, ezek is itt alkalmatának, használnak egy pár láncsás parasztot. Ajjaj. A tábornok nem fut? Nem, nem fut. Csak úgy. Tik 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 tik, nyugodtan sétálgat. Ó, most már fut. Kinyírni a tábornokot. Oké, azt hiszem itt kivégezzük az ágyusokat. A lovaknak mindig semmi baja, most rohantunk a hátukba egy lovas egységgel, de semmi gond. Aztán megöltük a tábornokot, de nem vagyok benne biztos. Nem hallottam a bemondó fickót, hogy mondta volna. A tradicionális ágyus egységét már nem fogjuk tudni elkapni. Ó, de hiperaktívak lettek hirtelen? Toljátok, toljátok! Nem is zavarja, hogy a másik oldalon nem tolják. Azt hiszem ezt kerékbe törtük. És az ágyú misztikus módon felrobbant. Egyértelmű. Jó, még hagytunk elég embert az, hogy egy ágyút eltoljanak. Na, csapjátok már le. Oké, átszivárgunk az ágyún. Oké, akkor inkább sózzatok oda azoknak. Látom, megöltünk még pár szerencsétlen menekülőt. Hú, ez közel volt a lovasságunkhoz. Na oké, szerintem ennyi elég lesz. Hogyha most kiírja, hogy közeli győzelem. Oké, nem írta ki. Szerencséd. Ünnepélyesen kijelentem, hogy az Emmynek lövése sincs róla, hogy hogyan kell egy modern hadsereget használni. 60 emberrel még tartja az erődöt, azt majd lerohanjuk a következő körben, ha meg nem adja magát. Mi ez? Szóval valaki nyugati ideálokat terjeszt. Támogassuk. Vagy megöljük. Nem, támogatjuk. Modern klán módjára. Ó, oh, ez csak a tradicionális ágyus egysége. Ezzel azt hiszem elbír az Emmy. Jó voltam, hogy egy hodzsó volt a hadsereg élén? Ó, ellenség. Oké, ezek három kör és jön a tél, akkor kénytelen lesz visszavonulni. Fejlesztjük azt a vasbányát. Hitachiban építünk egy kocsmát. Azt kell a népnek. Elhagytam valahol egy pár lövészt, hogy mi van? Úgy emlékeztem, ez a hadsereg nagyobb volt. Igen, itt hagytam három lövészt, ezek szerint. Vagy ezeket képeztem? Nem, ezeket helybe képeztem. Na jó, akkor itt majd föltankolunk lövészekből. Szerintem szag, amit akár télen is meg tudjuk támadni, mert ez innen csak egy séta. Egy hosszú séta, de csak egy séta. Csorsú megint erősödik, ahogy elnézem, visszafoglalták a fővárosukat. Ó, Takatsuki így tovább vonult, és elfejtettem a rohadt flottát már megint. Van egy kibelezendő flottánk.
két kibelezendő flottánk van. Megint meggondolta magát, megint meggondolta magát. Mi, mit vont blokkád alá? Ja, ezt kétszer is blokkád alá vont, és mindkétszer meggondolta magát. Érthető. A partmenti tüzérségi agyújnak van egy ilyen tendenciája, hogy meggyőzik az embereket. Nem lősz az aranybányáimra. Másleg, mint is fejlesztünk? Á, igen, ez csökkenti az ágyuknak a... hogy is hívják já... ágyunknak az erődöknek a költségeit. Legalábbis az építését. Majd valamikor kifejlesztjük a modern hadsereget. Mhm. Majd valamikor kicsit továbbfejlesztjük a pinafánkat. Itt elkezdjük készíteni a hadsereget. Mi a fene, itt hagytam egy dozsót? Ja nem, ez a magisztrátusból jön, a rendőrség továbbfejlesztése. Akkor viszont ezt kihasználjuk, hogy szerezzünk a főseregünknek egy... sínszengumit. Akinek kimondhatatlan és hosszú neve van. Ogasawara Mitsuyuki, úristen. Remek. Ez Edo, ugye? Ja, ez Edo. És ma a második legnagyobb erődje van, a következő a csillagerőd. Kövikör. Lehet, hogy kéne küldenünk egy flottát, amivel való itt partra szállnánk, és itt kifosztanánk ezt a környéket, meg bevennénk Kyotót. Az most túl sokba kerülne. Már a legutóbbi hadsereg felállítása is majdnem megfosztotta a gazdaságunkat. Azaz, ha jól látom, megy farmokat fosztogatni. A fővárosban pedig meg fogjuk erősíteni a helyőrséget, és ó, az egy egész tekintélyes kisereg volt, ami ott átment a határon. Hogy rohadnál össze. Miyagit bombázzák. Eldobált az arcomba a dolgokat, nem tudok mindenre egyszerre reagálni. Ez itt felgyújtotta a sejmezőnket. Echigóban képzünk helyőrséget. Őt beküldjük a városba. Hitachiban kész az ipari épületünk, remek. Hitachiban milyen bánya van? Réz. Hú. Remek, ez csökkenti a modern egységek gyártási költségeit. Flottánkat takarítsunk. Nézzük, van valami a kereskedelmi útvonal környéken? Az ott Matsume, azzal most nem baszakszunk. Ó, ez egy jelenséges kereskedelmi útvonal is. Haha. A következő körben pont el fogjuk érni, mert fél centivel odébb van a flottánk és onnan már nem tud lőni. Elfelejtettem megnézni, hogy hol hozta át a határon azt a hadsereget. Fenébe. Nem baj, most a főseregem még úgyis le van ragadva Shinanóba, szóval nem igazán tudnék kellene sok mindent tenni. Mondjuk azzal a hadsereggel ott rácseszed, mert az erdőn akarja átmeneteltetni, az bőven benne lesz a télen, mire megközelíti a fővárosomat. Úgy tűnik takarjam, a készül valamire. Egy flotta. Ja, ez nem meri blokkád alá vonni a nagy kikötőnket. És megint dobálja az arcomba a dolgokat, remek. Felfedeztünk egy rejtőzködő hadsereget, ami nem is rejtőzködött.
Ezt blokkád alá vonták, de mégse. Kétszer is. És itt van blokkád alatt a kikötőnk. Sagara. Sagara. Nem jut eszembe, hogy ez melyik klán. Ó, elfelejtettem quicksave-elni, erről le kell szoknom. Na. Keressük meg ezt a szerencsétlent. És nem értem, hogy miért küldi ki az M1 egyesével a hajóit, ez egyszerűen irritáló. Remek, elsüllyesztettük. Charlotte a francia rozmársor elpusztítja az ellenséges flottákat. Ó, tényleg van, tényleg. Ez azt jelenti, hogy az ellenség baromi módon rácseszett. Muszasiban elkezdjük képezni a pótlást ennek a hadseregnek. Mennyi lovasunk van? Egy. Akkor képzünk egyet. Úgy látom, nem meri megtámadni Kai-t. Tudjátok mit? Várunk. Most egyszerűen meg fognak halni az emberei ítél miatt. Ó, elfogyottam a sínszengumit. Echigóta ez a hadsereggel még jó messze van. Nem lehetnek, ha visszafordulna. Ó, az egy szép kis sereget visz. Aztán meg akarja letni oldalról Csosút. Ez ott még egy jó 3-4 kör, amíg eljut Echigóig. Remek, megint felgyújtotta a sejmezőnket, megy felgyújtani a farmunkat. És közben morzsolja le a saját erőit. Egyébként ez is egy baromi irritáló taktika, ezt nem így már csinálja az Empire óta. Kiküld két egységet és addig gyújtogatja az épületet, amíg ki nem mész és nem csapsz neki oda. Annak ellenére, hogy abszolút nincs esélye, hogyha oda csapsz. Akkor én megérteném, hogyha mondjuk olyan szituációban lenne, hogy ki akarja csalni a hadseregedet az erődből, hogy nyílt repen legyőzzön. De amikor kiküld ilyen három egységet egy ilyen hadsereg ellen... Majd fejlesztenünk kell a városokat, ez növeli a bevételünket. Amellett, hogy több épületet tudunk felhúzni. Na de... azt hiszem Hitachiból elindulhatunk. Nem indulhatunk el, mindig baromi shogunátusi a város, sajnálatos módon. Kell egy kis helyőrség. Akkor úgy tűnik, hogy télen nem nyitjuk meg a nagy támadást. Elfelejtettem a flottát. Ah, itt takajam a színsengumi. Ez van megint. Blokád, mégse blokád, mégse blokád, mégse blokád, mégse. És komolyan elkezdtél elvonulni a legnagyobb hadseregem mellett. Na, annak cseszünk oda. Üglü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 
Tudom, nehéz felismerni. Na, hol vettünk észre egy dugott hadsereget? Ott, azt nagyon jól eldugtad, a legnagyobb hadseregemből fél centire. Na, támadjunk. Kétszer is. Ó, oh, auto battle. Ah, alig veszít embert, hogy nem az egyik ágyumot vesztette el, akkor semmi gond. Ó, oh, elfogtunk egy ellenséges ágyút, remek. De már így is enyhe lövészhiányban szenvedünk ezzel a hadsereggel, úgyhogy inkább ezt beküldjük a városba.
Maximum majd hozzácsapjuk a következő nagyseregünkhez, ami erre jár. Remek. Ez és... Defender. És legközelebb levadásszuk ezt a sereget. És a csinálóba tudunk adóztatni? Még nem. Viszont... Szerintem kb. Ennyi fejlt bele mára. Hitachival megnézzük, hogy el tudunk-e indulni, nem? Úgyhogy ez volt én már a Matabarna. Ez volt itt a Let's Play Shogun Total War of the Samurai. És abszolút nem a Medieval Total War. És találkozunk a legközelebb a viszontlátásra.